A magyar kézműves remek pályázatra idén Vármegyénkből 7 alkotó nyújtotta be munkáit. Csütörtökön a Bokik székházban köszöntötték őket. A 20. alkalommal kiírt pályázat eredmény hirdetését április 15-én tartották Egerben. Az ország vármegyéiből összesen 93 terméket neveztek az alkotók, és a zsűri 32 terméknek ítélte oda a magyar kézműves remek, 8 alkotásnak a magyar kézműves remek remekek remeke elismerő címet. Valamikor a mi életünk a kézművesség világából, a céhek világából indult. Bihal Tamás rövid történeti áttekintéssel kezdte köszöntőjét a Bokik székházban. Bármilyen mennyiségben megvehetünk, de azt az értéket, amit önök állítanak elő, kedves mesterek, remek műveket készítők, ezt csak önök tudják, és ez a Magyarországnak is, és a kamarának is természetesen egy óriási érték. A magyar kézműves remek pályázatot idén 20. alkalommal rendezte meg a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Kovácsi Attila, kézműipari alelnök a kis ünnepségen arról beszélt, hogy 2023-ban változtattak, és 3 különböző tematikában hirdették meg a pályázatot. Az egyik a hagyományos kézműipar, amelynek a gyökerei tulajdonképpen a népművészet, a hagyományos népművészetből táplálkozik. A másik az iparművészeti kategória, ahol elsősorban azt vizsgálta a zsűri, hogy egy igazi kézműves remek alkotás legyen itt, nem feltétlenül, ugye, ahogy a neve is utal, inkább az iparművészet vagy oldaláról közelítettük meg, nem pedig a népművészet oldaláról. A harmadik pedig egy mai megújuló kézművesség, ami a népművészetet és az iparművészetet ötvözi. Borsodabaúj-Zemplén vármegyéből a Bokik szervezésében 7 alkotó nyújtott be pályázatot. Magyar kézműves remek, remekek remeke elismerő címet kapott Bogdán Erzsébet, Pós Krisztián és Szondi Sándor. Magyar kézműves remek díjat Hutkai Tímea és Juhász János Krisztián vehetett át. Stefán János és Sándor Béla munkáit pedig a pályázat kiállításán mutatták be.